minulých dňoch dvaja pracovníci firmy Prospekt s vysokovýkonným drvičom rozdrvili stavebný odpad nahromadený za 2 roky na zbernom dvore. Két éve, április 6-ától van engedélyünk a építkezési hulladéknek a begyűjtésére. Természetesen nem nagyüzemi lakossági hulladékról van szó, de ez is tükrözi, hogy a két év alatt körülbelül satszolással 1500 köbméterre satszolta a szakember, hogy körülbelül 1500 köbméternyi építkezési hulladék gyűlt össze. Most értünk oda, hogy nekifogtunk a feldolgozásnak. Ja, tudni kell, hogy az építkezési hulladék az, mint építkezési hulladék szemétnek számít, ami nem is egy egyszerű kezelést igényel, tárolása igényes, sokba kerül az átrakása a telepnek, és így, ha feldolgozzuk, hogy ledaráljuk, ami most folyik először, ezt mondjam azt, hogy ez a fő próba a hulladékra, és meg vagyok elégedve, elég gyorsan megy ez a földolgozás, sokkal jobban féltem tőle. Már tovább nem tudjuk húzni, most adtunk be egy pályázatot, egy kisebb teljesítmény, természetesen nem ilyen nagy teljesítményű darálóra, ami folyamatosan tudnánk, de ez nem csak, mint látjuk, ehhez kellenek többféle mechanizmus, amivel mozgatni tudjuk, terelni tudjuk. Így eddig a terepülésünknek elég nagy gondot jelentett ennek a tárolása, a folyamatos kezelése, egybetartása, mert mint most itt példa, hogy most hordják ki ezt a építkezési törmeléket, ezt láthatjuk, hogy ez egy elég nagy területen szétszóródott, mert az autók, ha hordják, akkor csak leszórja egy rakást, utána össze kell túrni, tárolni. Ez van a végső cél, hogyha megjön, és jövő héten fogjuk a saját gépünkkel és ledaráljuk. Ez van a teljes finalizáció. Itt már egy nagy haladás történt ezzel, hogy így tudjuk, ez már értékesíthető hulladék, saját részünkre is útalapoknak a készítésére. A első utcát már meg elkészítettük belőle most a héten. A Főszegről egy kis oldal utca, amit ennek a kijavítását terbe vettük, és meg is ígértük ott lakóknak, hogy 18 végéig megoldjuk, ami már szintén sok-sok évet váratott magára. És most vagyunk ott, hogy van olyan hulladékunk, amivel meg tudjuk oldani, mert mint tudjuk ezt, ha makadamba vesszük, a költségvetésünk bizony nagyon megterhelve volna. És így a másik, aminek elérjük a célt ezzel, hogy ezt értékesíthető, hasznosítható anyagot kapunk belőle a hulladékból. Ez már igazi recikláció. És ha ezt sikerül még azzal megtetézni, hogy saját gépeket sikerül beszereznünk, az lenne igazi a végtermékeknek elkészítése. Produkujeme odpad. To je fakt. A nie málo. Slovenský právny poriadok definuje odpad ako vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo predmet či látku, ktorej v súlade platného zákona alebo mimoriadného právneho predpisu je povinný sa zbaviť. Väčšina odpadu má také nebezpečné vlastnosti, ktoré okrem životného prostredia sú nebezpečné aj pre zdravie človeka. Preto je dôležité predísť nahromadeniu odpadu, alebo ešte lepšie je jeho opätovné zúžitkovanie. Samospráva práve preto podala projekt na rozvoj systému hospodárenia s odpadom, aby bol nahromadený odpad zneškodnený alebo zužitkovaný podľa priorít hospodárenia s odpadom. 2 roky čakáme na realizáciu schváleného projektu, ktorý pre rozvoj zabezpečí 255 664 eur. Ennek az udvarnak megnyertünk lassan 2 éve egy pályázatot, ami többszörös elbíráláson ment keresztül. Már itt van, meg volt a versenyeztetés, meg vannak nyerve a gépek, itt értem a traktor, a rakó, a zöld hulladékra és a fa darálásra dolgok, amik a pályázatnak a tárgya. Ami tényleg minden nap azt várjuk, hogy mikor ér ide, mert annyira szükségünk volna rá, mint egy falat kenyérre, de nem tehetünk róla, hogy az agentúra, aki ezt kezeli, azt egy kicsit komplikáltabbá teszi. Starosta s radosťou skonštatoval, že čoraz viac vodinčanov uprednostňuje zberný dvor, čo je potešujúca správa, pretože takto môžeme malebné okolie našej obce udržať čisté.
Most már mondhatom, hogy nagyon jó áramba kihordják ide a hulladékot. A hulladék udvar működik reggeltől estélig, sőt, szombati nyitvatartást is tettünk bele, és továbbra is kérnék mindenkit, mivel most itt is látja, hogy ezzel a hulladékkal törődve van, kezelve van, be van biztosítva a hulladékvasnak, a papírnak, a műanyagnak, az üvegnek, mindennek az elszállítása, a gumigyűjtőhely lettünk továbbra is, megvan oldva, ami tényleg 15-20 éves gond volt, amit nem tudtunk megoldani, most már sikerült megoldást találnunk, és továbbra is fogjuk ugyanúgy a gumit, és bővítjük, amennyire lehet. Engedélyünk 8-féle hulladék begyűjtésére van, ezen belül még tovább tagolva a biológiai hulladékot 3-4 frakcióba szedjük, tehát a ágakot, a füvet külön, a lombokot külön, és ennek a földolgozására várunk azokra a gépekre, ami a projektnek a része, a daraló, a fára, a konténerek, a konténerhordozó, amivel a szemét begyűjtését, és ott a lényeg, hogyha ez az egész gépsor megvan, hogy azonnal nem csak, hogy behordjuk a telepre, hanem fel is tudjuk dolgozni, és hasznosítható terméket készítünk ezekből a dolgokból. Tehát még egyszer kérem a lakosságot, hogy működjön együtt az önkormányzattal, ez mindenkinek segít, ez a világ problémája, nem csak a miénk, a szemét, és egyre jobban oda kell figyelnünk. A másik még tudnunk kell, hogy a szemét elhelyezési díjak nagyon-nagyon rohamosan emelkednek, és mindig azon közelni, hogy minél több szelektál hulladékot tudjunk értékesíteni, mert ezek a értékesítők, ha csak filléreket is kapunk érte, de nem kell fizetnünk a szemét elhelyezésért, nem kell fizetnünk az elhordásért, úgyhogy ez egy nagyon nagyba hozzájárul a település gazdálkodásához, és természetesen az életminőségnek a javításához. Naša obec má ďalší výherný projekt, pomocou ktorého môžeme zabezpečiť kompostovanie biologického odpadu.